tét, a T betűt. Egy évvel ezelőtt a Magyar Demokrata Fórum azt javasolta a magyar kormánynak, hogy a Kreszt az 1975. február 5-én megalkotott BM-KPM rendeletet módosítsák úgy, hogy minden egyes autó számára ezt a bizonyos T betűt ki kelljen rakni. Egy évvel ezelőtt Erényi Károly frakcióvezetővel vállaltuk azt, hogy a T betűt azt én hordani fogom. Egy éven keresztül hordtam a T-t a autómon. Erényi Károly frakcióvezető pedig azt vállalta, hogy az első nagyobb vidéki utamon, ami természetesen a Balatonra vezetett, elkísér engemet. Ez így is történt. Egy harmadik utitársunk is volt Dézsi Mihály személyében, aki az MDF-nek a rendészeti tagozatának a vezetője, kabinetjének a vezetője. A Magyar Demokrata Fórum képviselőjeként úgy látom, hogy a közlekedési morál az ország lelkében és az ország testében is ugyanúgy van, mint a mindennapjainkban. Nagyon jó volt, hogy a T betűt hordtam egy éven keresztül, hiszen akár Budapesti, akár a vidéki útjaim során az autósok előzékenyek voltak. Vették azt a jelzést, hogy egy kezdő, mondjuk így, hogy pancser vezetővel állnak szemben, és nekem az a tapasztalatom, hogy jó volt, hogy a T-betűt egy éven keresztül tudtam hordozni az autómon. A mai napon ezt a T-betűt, ezt levesszük, hát ennek a levételében hátul Erényi Károly, elő majd Dézsi Mihály fog segíteni. Most egy, egy-kettő, állom. Nagyon egyszerű volt a levétel, mert csináltam egy ilyen mágneses T-betűt, ezt elhasonlom minden egyes autósnak, hiszen ez a mágnes, ez nem roncsolja össze az autót, és egy perc alatt a kocsi mosásnál is le lehet venni. És erre a T-betűre most már nincsen szükség, én azt remélem, hogy a többi kezdő autós társam is ki fogja tenni ezt a T-betűt, annak érdekében, hogy a többi autós lássa, hogy kezdővezetővel áll szembe, lássa azt, hogy ezt az autós társát ezt segíteni szükséges. Én ennyit szerettem volna mondani, és Erényi Károly frakcióvezetőnek is van még néhány kiegészítő gondolata. Hát talán csak annyi, hogy a közlekedési morál, a közlekedési állapotok, azok hüven tükrözik a magyar társadalom lelki vagy pszichés állapotát. Az az agresszió, ami az utakon tapasztalható, azt a mindennapjainkban, a politikában, a közéletben, a boltokban, az áruházakban, az üzletekben, az egymással való kapcsolatunkban érezzük és tapasztalhatjuk. Ha javul a közlekedési morál, akkor az azt jelenti, hogy a magyar társadalom lelki állapota is javulni fog, a társadalmi viszonyaink fognak javulni, és én nagyon hálás vagyok Petko András képviselőtársamnak, hogy vállalta ezt a feladatot, azt, hogy végigcsinálta. És hát még egy megjegyzés, a tavalyi felhívásunk az eredménytelen maradt, az említett kormányrendelet módosítását illetően. Ezt természetesen megismételjük, hiszen épp most aktuális a közlekedésrendészeti szabályok felülvizsgálat és átalakítása, de hát erről nézzük meg. Én is köszöntök mindenkit. Igazándiból a képviselő úr által említett módosításon kívül még egy nagyon komoly dolgot szeretnék bevezetni. Jelenleg is érvényben van már az a szabályozás, hogy nagy teljesítményű motorkerékpárt 21 éves kor alatt nem vezetett senki. Ugyanezt szeretnénk kiterjeszteni a gépkocsikra is, hiszen a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy jó néhány országban előírásként szerepel az, hogy 21 éves kor alatt 1,4% is erősebb személygépkocsit nem vezetett fiatal. Ugyanezt szeretnénk bevezetni mi is itthon. Úgy érezzük, hogy ezzel az intézkedéssel, plusz a T-betűvel egy olyan javulást idézhetnénk elő a baleseti statisztikák keretében, amely tényleg kihatna a mértékben a közlekedés biztonságára. Köszönjük szépen, és akkor várjuk a kérdéseket, amennyiben vannak. Amennyiben nincs, akkor könnyen. Egy kérdésem lenne, mert ugye tavaly volt arról itt, hogy a jobb kézzel módosítanak. És ugye ebben valami fejlemény van? Volt egy ilyen javaslatunk, de ezt megismételjük, hiszen most lesz aktuális. Most kérdez az országgyűlés elé az a törvénycsomag, ami a közlekedési szabályokat módosítja. Legalábbis, amit törvényben kell, nem legyen. Ezt rendeletben kell módosítani. Akkor hárban levesszük előről is a tévet. Jó. No.
Köszönjük szépen! Ez a